Nemrég megmutatta magát az új Ryzen AI processzora, és amellett, hogy rendben teljesített, sajnos csak önmagában tudta megnézni a saját iGPU-jával szerelve. Ennél a mai Notinál viszont egy combosabb Nvidia kártya is került mellé, nézzük, hogy tud teljesíteni, hogyha gamer környezetben van helyezve ez az új Ryzen lapka. Maga a gép, amit tesztelni fogok, egy ROG Zephyrus G16 2024-es modell, abból is a legújabb Ryzennel cifrázott kivitel. Azt már megszokhattuk, hogy főleg Intel processzorokat hasznosít ez az ultravékony gamer széria az Asusnál, mostanában főleg ultra processzorokat, de itt most kivételt tett a gyártó az új takarékos Ryzen CPU-kra, ő sem tudott nemet mondani. A csomagolása igazából olyan szokásos Asusos lett. Külön van szedve a tartozékos doboz és a lapos nagy csomagja magának a Notinak, már ebből lehet látni, hogy itt bizony egy nagyon vékony erőgépet fogunk kapni. A laptopon kívül még megtalálunk odabent sok-sok leírást és garanciapapírt, és ez a doboz lényegében ki is fújt. A másikban egy tápkábelt és adaptert találunk, ami max 200 wattra képes, és a csatlakozója is ez az Asusos négyzetes verzió lett, nem USB-C-t kapunk. Na de fogdossuk is meg gyorsan, súlyra 1,85 kg-os értéket kapott, ami gamer laptopos körökben igenis vállalható. Erre még ráerősít az 1,64 cm vastagsága, ami már a MacBook Pro kategóriába esik, még talán vékonyabb is annál. Nagyon kényelmes fogásra és könnyen is hordozható. A szokásos fénymarást keresztbe itt a fedlapon megkapjuk, amit már a Zephyrus sorozattól meg is szokhattunk lényegében. Itt nem viszik túlzásba, nincs RGB, meg fényáradat. Ez félúton van szerintem a munkás és a gamer nati között, persze lehet állítgatni pontosan, hogy világítson, milyen effekttel, és kifejezetten ennél a sötét színnél nagyon jól mutat, de régi vágyam tesztelni végre egy fehér Zephyrus modellt, képek alapján nagyon dögösen néz ki. Oda bent a már említett Ryzen proci dübörög, ami pontosan egy HX 370-es verzió, ezzel volt már dolgom korábban, és emlékeim szerint 12 magos, 24 szálas, és max 5,1 GHz-re képes, viszont a fogyasztása nagyon baráti, és a hőtermelés sem jellemző rá. Van még mellé dobva egy XDNA Neural proci, ami max 50 TOPS AI teljesítményre képes, ezt ne feledjük továbbra is, egy AI CPU-ról van szó, erre ráerősítvén Copilot gomb is van, ugyanúgy, mint a Zenbooknál. Emellé még társul 32 GB-nyi DDR5 X memória, és mellé dobtak még 2 TB NVMe SSD-t is. A remek játék teljesítmény érdekében megtámogatták még egy RTX 4070-nel, annak is egy 105 wattos kivitelével, ami 8 GB VRAM-ot kapott. Ezzel már nyugodtan mehettek 1440p felbontása magas grafikára, kb. Bármelyik címnél, és 40-100 fps között fogtok maradni, ami a G-Sync képes monitornak eléggé jó hír, végig egy sima élményt fogtok emiatt kapni. De ha már monitor, a Nebula képernyője a ROG-nak, az OLED panellel, valami hihetetlen, még mindig 240 Hz képfrissítés kapott, 0,2 millisekes válaszidő mellett. A kodva azon és a C2 persze komfortosan fogja magát érezni, de tartalomfogyasztása és munkára is több mint jó, ez a 100% DCI, P3 és TrueBlack HDR 500 mellett az 500 nites fényerő is erre erősít rá, mondjuk ki, na, nem lesz csúnya a kép, főleg ezen a hatalmas 16-szoros képátlón. Kompromisszummentes gaming élményünk lesz, a laptop mi volt ellenére erre még rásegít a terebélyes, szép, nagyra szabott billentyűzet és az óriási trackpad. A 1440p felbontás volt említve, kb. Ezzel is számolhattok, igaz a tényleges felbontás a picit magasabb, mivel 16:10-es képarányról van szó, jelen esetben nem 16:9-esről, ezért az emelt vertikális pixelmennyiség 1600 lesz. A teljesítmény csökkenés az alap szabvány felbontáshoz képest minimális lesz, de azért a játék teszteknél vegyétek számításba, hogy én 1440p felbontással játszottam, mert a felvevő csak ezt a 16:9-es szabvány felbontást támogatja, nem pedig az emelt laptop felbontását. Olyan nagy különbség nem lesz, pár FPS-t kell levonni az értékekből, amit itt láttok majd. A teljesítmény profilok közül nyilván a legdurvábbat löktem be, amikor a ventilátorok és korlátok nélkül működnek, és 100%-os max erőt lehet kicsalni a prociból és a GPU-ból is. A beépített 90 wattórás akkumulátor persze ilyenkor már nem bírja sokáig, érdemes, ha hordozható formában akarunk játszani, teljesítmény módra állítani, nagyjából pár órát itt ki lehet belőle csalni, de ez az egész laptop a tesztidőszak alatt úgy éreztem, inkább asztali felhasználásra van kitalálva, hálózatra csatlakoztatva, úgy ez igazi. De nézzük is, hogy pontosan a játékoknál mire képes, ezeket próbáltam ki rajta. A szokásos monitorozó programnál sajnos megint csak kék halált hoz ki a Windows 11 ezzel a Ryzen lapkával, itt valami kompatibilitási probléma lehet, de egy másik fajta FPS mérővel simán működik a dolog, annyi, hogy kevesebb infót irathatok ki a CPU-ról, de azért nézzük ezzel a kevés információval mire megyünk, indítottam a Warzone 2-t. Magas grafikai beállításokon vagyunk, 1440p natív felbontáson, nincs bekapcsolva DLSS és semmi ilyesmi, így tudja hozni a játék ezt a stabilnak mondható 100-110
néhol 120 FPS-t. A stabilsága inkább abból fakad, hogy 100 alá nem igazán megyünk, de fölötte bármi előfordulhat. A játéknál nem igazán vettem észre nagyobb belaggolásokat, röcögéseket, simán megy folyamatosan, és korrekt Warzone 2 élményünk van, grafikailag is nagyon jól néz ki ezeken a beállításokon. A videókártya persze végig 100%-ban ki van maxolva, beállt erre a 88-96-os fogyasztásra, a boostot még nem kapcsolja rá, a plusz 30 wattot, nem, megmaradt ezen a 80-90-es értéken, és 80 Celsius fokon áll a hőmérséklete, ami egy gamer laptopnál, legalábbis főleg a GPU-nál nagyon jónak mondható. A VRAM kihasználtsága nem olyan túlzottan magas, van még tartalék bőven, megelégszik 6,9 GB az összesen 8-ból, és a proci kihasználtság ahhoz képest egész magas, amit én megszokhattam a Zephyrus szériától, 40-45%-ban azért ki van használva ez a Ryzen lapka, és a sima RAM fogyasztás meglehetősen magas a grafikai beállítások miatt, és a Warzone 2-től amúgy is már megszokhattuk ezt, olyan 18 GB-ot kér, az összesen 32-ből. A játék teljesítményére nincs panasz, ha kizárólag Warzone 2-zni szeretné ezzel a laptoppal, biztos, hogy tudsz, egy remek élményed lesz, de nézzük a következő címet, ami már egy sokkal grafika-heavy-bb játék, a Hellblade 2-t indítottam. Az említett 1440p felbontáson vagyunk természetesen továbbra is, és magas grafikai beállítások mellett olyan 40-45 FPS-t kapunk folyamatosan. Úgy vettem észre, hogyha csökkentem a beállításokat, olyan sokkal több FPS nem kapunk, kb. Ez a sweet spot, ez a magas beállítás, itt kapjuk a legjobb értékeket, ha a teljesítmény és grafika arányt nézzük. Hőmérsékletben a videókártya egy picit fentebb szökött, már ez azért van, mert már a 105 wattos kihasználtságot elértük, itt a boostot rákapcsolta persze a rendszer, ennél a játéknál úgy érezte, hogy kelleni fog, a VRAM kihasználtság viszonylag magas, 7,6 GB, az összesen 8-ból ugye, és a proci kihasználtság persze nem magas egyáltalán, csak 20%, megszokhattuk már a Hellblade-nek, inkább videókártya kell főleg, nincsenek nagyon nagy nyílt terek, túl sok tereptárgy, amit be kell tölteni, rengeteg NPC a pályán, ezek ugye nem fordulnak elő ennél a story-driven játéknál, így a proci kihasználtság egyáltalán nem vészes, és a RAM fogyasztás szintúgy nem kiemelkedő, csak 13,8 GB. Simán a max kapacitás fel alatt tudunk vele maradni, stabil játékmenetünk van, túl sok belaggolásai nem találkoztam, köztudott, hogy a játék olyan jól nem fut PC-n, de itt ez a stabil 40 FPS G-Sync-kel kiegészítve szerintem nem vészes, játszható, főleg egy ilyen moziszerű játéknál ez nem probléma. Ugyanez persze nem érvényes, a szintén nemrég megjelent Ghost of Tsushima-ra, itt nagyon magas grafikai beállításokon vagyok természetesen, 1440p felbontáson, és ez az átlag 60 FPS, egy ilyen hátulnézetes szamuráj játéknál végül is teljesen játszható, probléma ezzel nincsen, én megelégedtem vele. Főleg ezen a képernyőn még többnek is tűnik ez a 60 FPS, sokkal inkább 90-100 FPS-nek érződik, persze a jó kis VRR miatt, de most nézzük, hogy pontosan hogy viselkedik a videókártya és a CPU. Ugyanazon a hőmérsékleten áll a GPU igazából, mint az előző játéknál, a fogyasztás egy picit lentebb ment, nem sokkal, olyan 100-102 wattot fogyaszt csupán, és a VRAM kihasználtság megint csak nem sok, ez egyébként elég sokszor változik, 6,5 és 6,9 GB között bármit kapunk tőle, attól függő, hogy a pálya melyik szakaszán vagyunk. 7 GB fölé szerencsére nem mentünk, van még tartalék, és a proci kihasználtság is viszonylag alacsony ennél a játéknál, ugyanúgy, mint az előzőnél, 20%-ban van kb. Kihasználva. A RAM fogyasztás megmaradt ezen a kerek 13 GB-on, van tartalék bőségesen, a Ghost of Tsushima komfortosan érzi magát ezen a laptopon, simán tehettek vele egy próbát, nem lesz vele probléma. Most nézzünk egy viszonylag klasszikusnak számító játékot, ami még mindig nagyon jó benchmarkolásra, a God of War-t indítottam el, ultra grafikai beállításokon vagyunk, 1440p felbontáson természetesen, és itt volt a legkisebb RAM fogyasztás és VRAM fogyasztás, amit én mértem, csak 6,2 GB kell utóbbiból és előbbiből 11,5 GB, és így tudja hozni a játék ezt a kellemes 70 FPS-t. Nagyobb belagolásokkal szintúgy nem találkoztam, elég is stabil a játékmenet, és főleg egy ilyen akciódús, kvázi hack and slash-nél, amiben egy kis sztori is van csempészve, nagyon jó ez a 70 FPS, nagyon jól lehet így darálni az ellenfeleket, és végül is a processzor kihasználtság olyan extrémen alacsony, csak 15%, amit God of War-nál én még sosem értem, és nem is számítottam rá, hogy ezzel fogok találkozni, de valami a Ryzen proci, nagyon kevés százalékot biztosít a God of War-nak, elég neki ennyi is, hiszen a videókártya persze 100%-ban ugyanúgy pörög, 100 wattos fogyasztásunk van, 83 fokos viszonylag hűvös hőmérsékletünk, stabil játékmenetről beszélhetünk továbbra is, God of War remekül fut, ebben nem csalódtam. Ha mindent összevetünk, a Zephyrusnak az i9 procis verziója mindig kisebb százalékot hoz, legalábbis proci kihasználtságban, viszont a hőmérséklete annyira instabil, annyira ingadozó, hogy még ezzel együtt is nekem jobban tetszik ez a Ryzen verzió. Bőségesen kiszolgálja az RTX 4070-et, és az említett grafikus max sem ment, 83 fok fölé, még boost módban sem,
ami nem gyakori egy maxra húzott gamer laptopnál. Eddig szépen muzsikál munkás és gamer környezetben is ez a vadi új Ryzen lapka, és kíváncsi a várom, hol fogják még majd hasznosítani. A CPU előtt biztató jövőt látok, az biztos. De ennyi is lett volna ez a teszt. A Zephyrus végül is hozta a kötelezőt, Razer Blade módjára tudja hozni ezt a nagyon vékony formatervet, és a remek játék teljesítményt egy csinos, kompakt házban. Ha a közepes 1440p játékkal megelégszel, ezen a szintéren nagyon jó ez a párosítás, és persze, ha tetszett ez a teszt és látnál még hasonlót, nyomj egy lájkot a videóra, és iratkozz fel. A következő tesztben találkozunk, addig is, sziasztok!